Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntelek benneteket, kedves kollégák, akik ezt az estét egy újabb ismert vagy ismeretlen alkalmazására, sajátítására fordítjátok. Nem tudom, hogy előzetesen regisztráltatok-e az oldalra, de ha nem, akkor egy pár percet adnék rá, hogy a quizizz.com oldalon a Sign Up menü segítségével regisztráljatok fel, meg rápillantunk ide közösen. Ha megnézitek, akkor Google-is e-mail címmel egyszerűen fel lehet rá regisztrálni, illetve hogyha nem Google e-mail címetek van, nem Gmail-es, akkor egy másfajta e-mail címmel is megtörténhet a regisztráció. Ne felejtsetek el egyetérteni a felhasználási feltételekkel, és majd tovább lapozni. Én miközben regisztráltok, vagy beléptek az oldalra, nem tudom, hogy mi történik, belépek én is a saját fiókomba. Én Google-issal vagyok beregisztrálva. Jó, egy pár perc időt adok rá, hogy megtörténjen azt, hogy utolértek, hogyha szeretnétek. Mire is jó ez a Quizizz? Nagyon-nagyon jó online játék, számonkérés, feleltetés, gyakorlás, hát bármilyen célból fel lehet használni ezt az oldalt. Sokáig elég korlátozottak voltak a kérdés lehetőségek benne, azonban kicsit felfrissítették itt is a különböző lehetőségeket, úgyhogy még többféle kérdéstípust lehet benne gyártani, mint korábban. Feltételezem, hogy utolértetek, és akkor először is megnézzük azt, hogy mivel találkoztok akkor, hogyha megnyitjátok az oldalt. Először is remélem, hogy teacherként regisztráltatok, vagyis tanárként, és akkor, ha tanárként léptetek be az oldalra, akkor ezt a felületet látjátok nagyjából. Mindig vannak különböző tesztek a nyitó oldalon, amelyeket ajánl az oldal nekünk különböző témákban, így végigpörgetem lassan. Így nem mondhatnám, hogy kiválasztja azokat a teszteket, amiket én használtam, vagy amilyeneket én készítettem, mert látjátok, hogy mindenféle tantárgyhoz, vagy mindenféle témához készült teszteket mutat itt rögtön a nyitó oldalon. Itt rögtön található egy keresőmotor, ahol különböző kvízeket, vagyis teszteket lehet keresni bármilyen témában. Tehát, hogyha ide mondjuk begépelem azt, hogy mondjuk koronavírus, picit elgépeltem, bocsánat. Akkor ebben a témában nézzétek meg már hányan készítettek különböző teszteket. Itt a leginkább egyezőeket rögtön itt a lap tetején hozza fel. Vagy itt a Find a Quiz-ben ugyanígy kereshetek témára, az összes különböző felhasználók, tehát által létrehozott kvízek között, a saját kvízeim között, illetve a jelentések között. Ugye a jelentések akkor születnek, hogyha a gyerekekkel kitöltetem a teszteket. Azokat is már is meg fogjuk nézni, illetve itt a lap tetején is elérhető az, hogy hogyan hozok létre új tesztet. Nézzük a baloldali menüsort. Szintén itt van ez a Create a New Quiz nyomógomb a profilképem alatt. A Find a Quiz ugyanitt látjátok már harmadik helyen elérhető a keresője az oldalnak. A My Quizzes. A My Quizzes az én általam létrehozott teszteket tartalmazza, amiket már megoldattam a gyerekekkel. A Reports a különböző jelentéseket tartalmazza a gyerekek munkájáról. Osztályokat is lehet létrehozni,
Nem, gyorsan elkapcsoltam, mert ott a gyerekek nevei láthatók az egyik osztályomban. Lehet mappákat létrehozni. Látjátok, hogy így eddig nem használtam mappát egyébként, de most a webináriumra létrehoztam egy 11-es és 12-es mappát is, és nagyon jó dolog egyébként, mert osztály szerint elérhetők a különböző kvízek. Ettől függetlenül a nyitó oldalon itt ömlesztve is itt vannak azok a kvízek, amiket használtam, tehát hogy nem tűntek el innen. Vannak ilyen kis mém szettek, vagy mém készletek, amelyeket a játék során, tehát amikor a gyerekekkel kitöltetem a teszteket, akkor a különböző kérdések után lehet megjelenítetni a gyerekeknek, akkor is, amikor jó választ adnak, akkor is, amikor rossz választ adnak, és most létrehoztam egy ilyen mémkészletet, és ezt már is azt is meg fogom mutatni nektek, hogy hogyan lehet elkészíteni, és lehet ajánlani a barátoknak itt legalul, és a settings, tehát a beállításoknál lehet jelszót változtatni, hogyha szeretnétek, illetve a fiókotokat is itt lehet törölni, hogyha úgy gondoljátok, hogy mégsem szeretnétek ezt az oldalt használni. Jó, menjünk ide-vissza a keresőbe. Tehát bármilyen típusú, bármilyen témájú tesztet szeretnék létrehozni, nagyon jó dolog az, hogy itt rá tudok keresni különböző témákra, és a kollégák által létrehozott teszteknek a kérdéseit, hogyha megtetszik nekem, akkor bele tudom varázsolni, teleportálni a saját tesztembe. De hogyha van egy olyan teszt, amit cakumpak tetszik nektek, azt is el lehet menteni mondjuk a mappátokba, és azt is le lehet játszatni a saját tanítványaitokkal. Nézzük ezt az új quiz létrehozása opciót, tehát a Create a New Quiz-re kattintsatok rá, ha velem együtt dolgoztok. Először is meg kell adni a quiznek a nevét, anélkül nem is enged tovább lépni az alkalmazás, és utána azt, hogy milyen releváns tantárgy tartozik ehhez a quizhez. Most, amit itt a webináriumban létrehozok, azt az other-rel fogom jelölni. Itt látjátok a különböző kérdéstípusokat. Az első kérdéstípus az a kérdés, ahol csak egyetlen egy jó válasz létezik. Ups, kiléptem belőle, bocsánat, csak le kellett volna nyitnom. De ez nagyon jó dolog, most egyébként meglátjátok, hogy hogyan nem tudnak a gyerekek rákeresni a kvízekre. Majd. A második kérdéstípus, ez a checkboxos. Itt látjátok, ahogy a gyerkőc látja mondjuk a mobiltelefonján majd a kérdést. Itt több válasz létezik, és utána, amikor bejelölte a diák az általa jónak gondolt válaszokat, akkor a submit gombra mindenféleképpen rá kell kattintania. Aztán van egy ilyen fill in the blank típusú kérdés, amikor a helyes választ a gyereknek kell megadnia, és mi a helyes válasz lehetőségeket itt felsoroljuk. Aztán van egy open-ended kérdéstípus, amit mondjuk egy ilyen kis lyukas szöveghez lehet hasonlítani, vagy pedig egy mondatbefejezéshez, azt tudni kell erről a kérdéstípusról, hogy ezt nem pontozza a teszt, hanem abszolút jó válasznak fogad el bármilyen befejezést, amit a gyerkőcbe géppel bepötyög az eszközén. Illetve még egy ilyen kérdéstípus van, ez a poll, a véleménykérdésre irányul, amikor szintén nem ad pontot az alkalmazás ezekre a válaszokra, hanem minden egyes válasz lehetőséget jó válaszként fogad el. Na, akkor menjünk végig a kérdéseken, készítsünk egy tesztet együtt. Először is én elkészítettem
ide különböző kérdéseket a karanténnal kapcsolatban egyébként. Az első kérdésem az lesz, hogy melyik az az ország, ahol az ókorban karantént ajánlottak szülés és halál után. És akkor nem fogom bepötyögni a kérdéseket, hanem csak be másolom, hogy gyorsabban haladjunk. És akkor a válasz lehetőségek az India volt, India, Egyiptom, Kína, Mezopotámia. És Mezopotámia. Muszáj közben hallgatnom, mert nem tudok úgy gépelni, vagy azt fogom írni, amit mondok. Bocsánat, hogyha közben elhallgatok, Mezopotámia. És be kell ugye jelölni, hogy itt a helyes válasz India. És még mentettem el hozzá képet is. Fel lehet a képet ide tölteni a mappából, és ha jól emlékszem, akkor a zászlót mentettem ide. Így. Jó, és készen is vagyunk majdnem a kérdéssel. Itt be lehet állítani, hogy hány másodpercet adok erre a kérdésre a gyerekeknek. A 30 az tökéletes választás szerintem. Jó, első kérdésünk készen is van. Vagy rákattintok ide a New Question-re, vagy pedig ide a checkbox típusra, mert hogy olyan kérdést szeretnék majd most feltenni. Az ugye azt jelenti, hogy több helyes válasz van a kérdéshez. Jó, második kérdésem az lesz, hogy a bélpoklosoknak el kellett különülniük az egészséges társadalomtól, mely állítások igazak erre a mondatra? Remélem, hogy végig kijelöltem. Mely állítások igazak erre? Vonatkozóan. Több helyes válasz is lesz, ugye nem felejtettük el. Mózes törvényei írták elő. Meg is próbálom bevonszolni, hát ha sikerül. Ezt nem próbáltam ki. Nem bevonszolni, nem tudom, csak a képeket. Elő, oké, aztán a második a Bibliában olvasható. A harmadik a törvény 2x7 nap elkülönítést írt elő. És a negyedik pedig a törvény 40 nap elkülönítést írt elő. És ugye ebben az első három válasz lehetőség lesz igaz. Átgondoljuk, hogy a 30 másodperc az elegendő lesz erre. Hát inkább adjunk 45-öt, és adhatunk ide is képet. Mondjuk itt Mózest feltöltjük. Jó, és el is mentjük a kérdést. Jó, már most két kérdése van a tesztünknek. Jön a következő, amikor a helyes választ kell megadni valamilyen kérdésre, vagy kiegészíteni egy lyukas szöveget. Célszerű a lyukas szöveget úgy jelölni, hogy az aláhúzás jeleket folyamatosan lenyomjátok közben valahányszor, és akkor tényleg nem muszáj kérdésre válaszolni, hanem ki lehet egészíteni a mondatot. Mely betegsége idején írtak elő a középkorban karantént? Jó, és akkor beírjuk a válasz lehetőségeket, pestis és kolera. Mind a kettőt elfogadjuk helyes válasznak. Képet teszek fel hozzá. Jó, megnézem, hogy elegendő-e vagy sok-e a 30 másodperc. Hát, legyen 45 ez is. Jó. Már most három darab kérdés van, nézzétek meg a kvízünkben. A polt azt majd a végére teszem. Open-ended kérdés lehet, látjátok, hogy rögtön felhívja a figyelmet arra a kérdéstípus, hogy ezt nem pontozza az alkalmazás, hanem elfogadják, bármilyen választ is írnak be a gyerekek helyes válaszként. És ha jól emlékszem, akkor azt írtam ide, hogy mit lehet tenni a karantén alatt.
Jó, valamilyen képet ide is emlékszem, hogy valamit kiválasztottam itt karantén otthon, és már el is mentjük. Jó. Láttátok, hogy matekosan is tud, tehát matek nyelvezetén, matekul is tud a kérdés és a válasz szerkesztő. Láthatjátok, hogy vannak benne különböző matematikai műveletek. Itt vannak a görög betűk, a görög ABC betűjét, és vannak még itt ilyen fejlettebb, idézőjelben fejlettebb jelek is. Látjátok, van itt részhalmaz eleme, minden létezik, és így tovább. Tehát matekosok is használhatják ezt a szerkesztőt, és a válasz lehetőségekben is ez az egyenlet szerkesztő megjelenik. Ide be kell gépelni egyébként az egyenletet, amit szeretnénk megoldatni, és az insert gombra kell kattintani, hogy meg bekerüljön a kérdések vagy a válaszok közé, amit be gépeltünk ide az egyenlet szerkesztőbe. Lehet a válasz lehetőségeket is szöveg nélkül megadni, mondjuk képek segítségével. Arra egy olyan kérdést készítettem, hogy milyen zászlóval jelezték, hogy egy hajó karantén alatt van, és itt átállítom, mert több válasz lehetőség is van a checkboxra. Így. És képet fogunk betölteni majd ide a válasz lehetőségek közé. Próbálkoztam néhány zászlót keresni. Mindjárt meglátjátok, hogy jelenik meg. Itt a sárga, és egy sárga-fekete van még, de egyébként be is lehet ide vonszolni a képeket, és a helyes válasz a sárga és a sárga-fekete. Régen a sárgával jelölték, most pedig a sárga-feketével. Megnézzük, hogy 30 másodperc elegendő erre, mondjuk, hogy elegendő, ide nem teszek fel képet, mert a válasz lehetőségek között van, és elmentem a kérdést. Jó, már most akkor látjátok, hogy van 5 darab kérdés a tesztünkben, de még azt gondolom, hogy valamit szeretnék hozzátenni, olyat, amit valamilyen kvizizt használó kolléga készített, mondjuk a koronavírussal kapcsolatban. Tehát, még egyszer nem mondtam el, tehát a teleport menüre kattintok. A teleport menü segítségével lehet másoknak a tesztjeiből teleportálni a sajátunkba kérdéseket. Tehát még egyszer beírom ide a keresőbe, hogy koronavírus, rányomok az Enterre, és akkor már is látjátok, hogy milyen teszteket készítettek a kollégák. Legyen egy ilyen koronavírus kvíz. Kijelölöm a baloldali oszlopban a teszteket, így látjátok, ahogy haladok sorban, és a jobboldali oszlopban megjelennek a teszteknek a kérdései. Például Magyarországon hány településen terjedt el a koronavírus nevű járvány? Mondjuk ez tetszik nekem ez a kérdés, akkor egyszerűen rákattintok az add gombra, és már is kaptam itt a bal alsó sarokban egy üzenetet, hogy ez a kérdés átteleportált az én tesztembe, igen. Melyik hónapban zártak be az iskolák? Hát ez is nagyon releváns számunkra, ezt is beleteszem. Azt üzeni nekem, hogy a hármas számú kérdés teleportálásra került. Mindegyik, ebben a tesztben minden kérdés egy vagy két helyes válaszsal rendelkezik, hogy megnézem a következőt, hát ha van egy másik. Hát ebben úgy látom, hogy talán ukránul készültek ezek a kérdések, úgyhogy ebből nem veszek most. Koronavírus kvíz, hát az meg nem tudom, milyen nyelven készült, na mindegy. Légzőrendszer. Hát
legyen mondjuk a legelső, tetszik ez, hogy mennyi egy belégzéskor mennyi levegőt szívunk be a tüdőnkbe. Így át is teleportáltuk. Hopp! Egy ismerős által készített teszt, köszönjük szépen! Már is nézzünk belőle valamilyen kérdést. Mondjuk ma már legalább ennyi fertőzött ember van a Földön. Azt is át teleportáltuk. És talán ennyi is elég is lesz. Kikattintottam ide belőle, és akkor már ott tartok, hogy a kvízemnek van 9 darab kérdése, és akkor legyen egy pollos is. Mondjuk legyen az az utolsó kérdés. Mennyire volt hasznos ez a webi. És ugye majd ide be lehet gépelni azt, hogy mennyire volt hasznos nektek, ezt elmentem. Mennyi ideig lehessen gépelni, mondjuk egy percig. Ide beteszek még valamilyen kérdést vagy képet. Mondjuk legyen ez a víruska. Jó, készen vagyok a tesztemmel, úgy gondolom, hogy 10 kérdés ez most jelen pillanatban elegendő, és akkor jöjjenek a teszteknek a beállításai. Először is lehet ilyen fedőképet adni hozzá, ide is be lehet vonszolni, vagy rá lehet tölteni az elmentett képet. Lehet ide beilleszteni képnek a linkjét is. Ki lehet választani azt, hogy milyen nyelven készült a kvízem, igen, magyarul, és azt, hogy hanyadik évfolyamos gyerekeknek készült, hát legyen mondjuk 8. Itt ugye lehet választani azt, hogy 8-tól 12-ig és egyéb záró évfolyamot is, és be lehet állítani, hogy private legyen, vagy pedig mindenki láthassa. Hát ez az akkor célszerű, ilyen private módot használni, hogyha mondjuk komoly számon kérésre szeretnétek elkészíteni a tesztet, mert mondjuk a középiskolás gyerekek elég hamar rájönnek arra, hogy hát lehet ezt a keresőmotort a vízizen belül használni, és akkor rákereshetnek akár a felhasználó nevetekre is, hogyha észreveszik valamilyen kvíz során, vagy pedig a témára is, és megtalálhatják azt a kvízt, amit szeretnétek majd dolgozatként megíratni. Hát elmentem ezt a kis képecskét, a beállításokat. Azt is látjátok itt rögtön, hogy mire állítottam be. Itt a ceruzával lehet tovább szerkeszteni ezt a beállítást. Ugye itt látjátok, hogy publikus a kvíz, tehát rá lehet keresni, a kereső megtalálja, magyar nyelvű, és hát majdnem minden kérdésre 30 másodperc a lehetőség a válaszadásra, de itt be lehetne azt állítani, hogy minden kérdésre ugyanannyi időt adjon. Ha például közben elfelejtitek szerkeszteni, és azt gondoljátok, hogy minden kérdésre elegendő 1 perc, akkor ide rá lehet nyomni, és akkor itt ki lehet választani, hogy 60 másodperc legyen minden kérdésnél a válasz lehetőségre szánt idő. Jó? Ha készen vagyok, akkor a Dánra kell rákattintani. Ha nem fejezitek be a szerkesztését a tesztnek, mert csak az exit gombra kattintotok rá, akkor az azt jelenti, hogy ilyen vázlatként szerepel majd a quiziznek a felületén a quizetek, és akkor sem jelenik meg a keresőmotorban, tehát akkor sem lehet rákeresni. No, nézzétek meg, mennyire jó kis kvízt csináltunk itt együtt. Nézzük, hogy hányféleképpen lehet lejátszani, vagy lejátszatni a gyerekekkel ezt a kvízt. Először is itt felül látjátok, hogy itt a felhasználó nevem, és mikor készült. Itt lehet lájkolni a kvízt, ez ugye arra jó, hogyha
visszajelzést adhattok a kollégáknak, akiknek a kvízéből teleportáltok kérdéseket, és rányomtok esetleg a like-ra, akkor az jó visszajelzés, jó érzés nekik, hogy mások számára is hasznos munkát végeztek. A SAFE segítségével lehet a különböző mappákba elmenteni a tesztet, mondjuk elmentem most a 10, nem, teszt csinálok egy újat, egy egyéb mappát létrehozom, és akkor ide fogjuk bementeni. Már hozzá is tette azzal, hogy létrehoztam az új mappát. Az edittel lehet szerkeszteni, lehet a quizt másolni, duplikálni, lehet megosztani más kollégákkal, ki lehet nyomtatni. Már is megnézhetitek, hogy néz ki a nyomtatási képe. Ugye itt be lehet állítani, hogy hanyas betűmérettel nyomtassa ki, összekeverje a válaszokat, meg a kérdéseket, megjelenjenek-e ezek a kis jelölő négyzetek, válaszlehetőségeket mutasson, vagy nem mutasson, a képek mekkora méretűek legyenek, vagy egyáltalán ne jelenjenek meg a képek a kinyomtatott tesztben. A kérdéseknél, illetve a válaszoknál is külön, ennyi lehetőség, oké. Jó, és itt lehet a felesleges teszteket is törölni, itt van, látjátok, a kis kuka mellette. Na, akkor nézzük, hogy hogyan lehet lejátszatni. Ez a live játék, amikor élőben játsszuk a gyerekekkel, ez szerintem nagyon-nagyon izgalmas dolog. Most, hogy távoktatásban dolgozunk a gyerekekkel, ez is megoldható egy online meeting során. Én már többször csináltam úgy, hogy megosztottam a képernyőmet, és elindítottam a quizt, és a gyerekekkel ugyanúgy játszottam, mint hogyha benn lennénk a tanteremben. Arra foglak benneteket kérni, nagyon ügyesek lesztek minden bizonnyal, hogy játsszuk le ezt a játékot. Mindjárt megnézzük, hogy hogyan. Először is háromféle mód van arra, hogy élő játékot indítsunk. Alapértelmezésben az a klasszikus mód jelenik meg, de lehet csoportot is létrehozni, illetve dolgozatként is meg lehet íratni. A csoport az azt jelenti, nem úgy kell elképzelni, mint a Quizlet Live-nál, hogy a különböző válaszok különböző eszközökön jelennek meg, hanem azt látjátok, ott meg is jelenik a súgóban, hogy a gyerekek maradhatnak a saját helyükön, és a egyéni pontszámok adódnak össze, és úgy készíti el a csoportnak a pontszámát az alkalmazás. Lehet küldeni osztályhoz is ezt az élő játékot, akkor a gyerekek, amikor belépnek a saját felhasználó nevükkel, fiókukkal, akkor csak azt a quizt látják a belépés után, amit éppen kiküldtünk nekik élő játékra. Illetve meg lehet állapítani, vagy meg lehet szabni azt, hogy hány csapatra ossza az alkalmazás a gyerekeket, véletlenszerűen sorolja őket csoportba, tehát nem tudom előre megadni azt, hogy kik legyenek egy bandában, idézőjelben. Be lehet azt állítani, hogy ne a saját nevükön játszanak, hanem valami mókás quiziz által generált néven. Aztán azt is, hogy mutassa a minden kérdés után a helyes választ az alkalmazás, vagy nem. Én ezt kiszoktam kapcsolni. Aztán a power-ups-ról majd, vagy a power-up-okról majd egy néhány mondatot mondok. Ezek ilyen kis, talán úgy nevezném őket, hogy ilyen felugró csalások, amelyeket a gyerekek kaphatnak, miközben töltik ki a teszteket, és
felhasználhatják őket a további válaszadás során. Hát ezt így hagyom, hogyha hajlandók vagytok lejátszani ezt a 10 kérdéses tesztet, akkor meglátjátok azt, hogy mit jelentenek ezek a kis apró csalások. A timer azt jelenti, hogy mutatja a hátralévő időt minden egyes kérdésnél. Ugye van, ahova 30 másodpercet, 45-öt, meg 60-at állítottam be, és akkor mutatja a gyerekeknek, hogy mennyi idejük van még hátra. Shuffle questions az azt jelenti, hogy összekeveri a kérdéseket, tehát hogyha egymás mellett ülnek a gyerkők, mondjuk egy 30 kérdéses tesztnél azért nem annyira nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanazt a kérdést kapják az egymás mellett ülő gyerekek. A shuffle answer options azt jelenti, hogy még a válasz lehetőségeket is összekeveri nekik. A redemption question azt jelenti, hogy olyan kérdésre, ami de jó, rossz választ adott a teszt során, az újra előjöhet a tesztnek a végén, és megpróbálhat rá még egyszer válaszolni a gyerkőt, illetve hogy mutassa-e a kérdések után a mémeket, vagy ne. Azt is benne hagyom, hogy mutassa, és a saját mémszetemet fogom kiválasztani, amit ma hoztam létre. Arra kérlek benneteket, hogy a játék során majd csináljatok, vagy direkt legyen benne rossz válasz, hogy lássátok azt is, hogy amikor a mémkészletet csináljuk, akkor két típusú képecskéket kell feltölteni, egyet a helyes válaszokhoz, az egyik típus a helyes válasz, a másik típus pedig a helytelen válasz szoknak a készlete. És akkor játszunk egy ilyen csoportos játékot, jó? Tehát beállítottam rajta mindent, majd a klasszikus játékon, tehát a klasszikus, igen, játékon ugyanezek a beállítási lehetőségek vannak, csak ott nem sorolja csoportba a résztvevőket az alkalmazás, hanem mindenki egyenként játszik, és amikor nézzük az eredménytáblát, ahogy oldják meg sorban a gyerekek a feladatokat, az egyénenként látszódik. Na. Szóval továbbítjuk. Akkor mit kell csinálnotok? Itt egy külön a telefonotokon, vagy egy másik fülecskén ott az internetböngészőben a joinmyquiz.com-ot kell beütni, és ezt a kódot kell beírnotok. Ja, nem állítottam be, hogy hány darab csapatunk legyen. Hányan is vagyunk, Attila? 100-an? Ó, na mindegy, ez most már így marad. Várok 2 percet, jó, hogy ahányan beléptek, addig annyian játszunk egyet. Ja, hogyha nem tetszenek nektek azok a csapat összeállítások, amelyeket létrehoz itt az alkalmazás, akkor a Shuffle Teams opcióval meg lehet keverni a csapatokban a résztvevőket. Jó sokan fogtok gyűjteni pontokat, mert annyira figyelmetlen voltam, hogy nem állítottam át a 4-ről a csapatok számát, bocsánat. De köszönöm, hogy ilyen lelkesek vagytok egyébként. Jó, 10-ig számolok és kezdem, jó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10. Hát nem tudom, hogy a rendszer hangot megosztottuk-e. Nem tudom, hogy a rendszerhangot megosztottuk-e az elején, nem tudom, hogy halljátok-e halljátok-e az alkalmazásnak ezt a kicsit idegesítő zenéjét egyébként, mert a gyerekek nagyon szeretik, de azt látjátok, hogy itt a csapatok hogy haladnak előre.
Ugye az alapján, hogy hány jó választ adnak a résztvevők, és milyen gyorsan válaszolnak a kérdésekre. Remélem, hogy mindent megtapasztaltok azok közül, amiket beállítottunk, hogy használják. Nagyon cuki állatok vannak itt egyébként. És azt is lehet látni, hogy azért változnak itt a helyezések közöttetek. Bár a pandák az előbb elsők voltak, most visszajöttek, ó, a pingvinek, aztán a pandák már a másodikak, kis patkánykák jönnek felfelé, szuper, pingvinek tartják a vezetőhelyet. Kár, hogy nem vagyok sportkommentátor, mert akkor biztos nagyon izgalmasan elő tudnám adni. Hops, 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 mindjárt a végére érünk egyébként. Ha közben át, csak 4 csapatot csináltam egyébként, de hogyha a gyerekek ilyen egyéni játékot játszanak, akkor be lehet azt állítani, hogy nem mutassa az összes gyerkőcöt ez a tábla, hanem csak az első 5 helyen álló gyerkőcöt, és az is, ahogy a gyerekek adják a helyes és helytelen válaszokat, gyorsabban, lassabban, az az 5 hely is folyamatosan változhat. Át lehet ide kapcsolni egyébként a kérdésekre, és a kérdéseket is meg lehet nézni, hogy az első kérdésre nézzétek meg, 25 helyes, 22 helytelen válasz született. Második kérdésre is meg lehet nézni, hogy az összes válaszadó hányféle választ, vagy milyen típusú választ adott. És mindjárt végére érünk. Mindjárt, mindjárt. Még a kis majmoknak még van egy kicsit több kérdés hátra, úgy látom. Ők állnak itt a legtávolabb a célvonaltól, a pingvinek mindjárt a szélére érnek. Látjátok, hogy az összes válaszból és az összes résztvevőből mekkora százalékban adtatok helyes választ, ugye 75%-os teljesítménynél jártok mindannyian. Ops, úgy látom, hogy a pingvinek végére értek a tesznek. Nem, nem, nem. Még nem értek el a széléig. Mindjárt, 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 mindjárt. Azt hittem, hogy azért lett hirtelen, nem figyeltem. Jó. Oké, és talán már most már igen. Még a kis pandák és a kis majmok vannak hátra. Oké. 5-ig számolok, és akkor bezárom, jó? Nem tudom, hogy adtok-e még válaszokat, vagy nem. Hopsz, most megmozdult, hopp, 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 jó, a pandák hogy haragudtak volna rám, hogyha bezárom, pedig ő átvették a második helyet. Még lehet, hogy átkerülnek az első helyre. Uh-huh. Hopsz, na jó, 5-ig számolok, 1, 2, 3, 4, 5. Véget vettek a játéknak, és akkor megjelenik egy eredményjelző tábla a gyerekeknek is, hát kik lettek a harmadikak, másodikak, és a győztesek a pingvinek. És ugye ott vannak a csapattagok is. És már is eltűnik az eredményjelző tábla. Ups, így. És már is visszatértünk egy ilyen kis áttekintéshez. Nézzétek meg, nem mutatom meg, mert hát, ja, a nevek miatt nem mutatom meg, de hogy át lehetne nézni, hogy az egyes gyerekek milyen válaszokat adtak a különböző kérdésekre, tehát, hogy egyenként is meg lehet nézni, sőt, egyéni jelentést is le lehet tölteni a gyerekekről. Ugye lehet ilyet, hogy újra lejátszatni, vagy pedig átnézem a kérdéseket. Jó, kiléptem belőle, visszamegyek a kvízeim közé. Ja. Ezt látjátok itt a legelején, azt a kvízt, amiből véletlenül a visszafelé nyíl segítségével visszaléptem és kiléptem a vízkészítésből, azt látjátok, hogy itt vázlatként megjelent. Tehát, hogyha nem fejezem be a szerkesztést, egyszerűen csak kilépek a szerkesztő módból, akkor is megőrzi a kvízeteket, és nem lesz attól még publikus, tehát a gyerekek nem tudnak rákeresni addig, amíg nem fejezitek be a kvíznek a szerkesztését. Visszajövök ide ehhez, amit játszottunk. Szóval lejátszottunk egy csapatmódot. A klasszikusban, ha megnézitek, ugyanilyen beállítások vannak. Az a különbség,
hogy itt van ilyen, hogy hányszor próbálkozhatnak a gyerekek válaszolni. Látjátok? Mutassa-e ez sem volt a csapatjátékban, hogy a játék végén mutassa-e a válasz lehetőségeket, illetve látjátok, hogy itt a power-upokat, azokat megint be lehet kapcsolni, a mémeket megint be lehet kapcsolni, de az összes többi itt, hoppa, leaderboard, az is azt hiszem, hogy nem volt a csapatjátéknál, tehát hogy mutassa azt a táblát, hogy ki áll az első helyen és a második helyen, és így tovább. A tesztmód azt jelenti, hogy ezzel tudok a gyerekekkel dolgozatot íratni mondjuk. Itt is meg tudom állapítani, hogy, hogy be tudom állítani azt, hogy hányszor próbálkozhatnak a válaszadással a gyerekek. De ugye itt látjátok az üzenetet, hogy a gyerekeknek be kell ahhoz jelentkezniük, hogy beállíthassam azt, hogy tehát, hogy leszűkítsem azt, hogy hányszor próbálkozhatnak. Ugyanígy be lehet állítani a válaszmutatásokat, a timert, bekeverje a kérdéseket, bekeverje a válaszokat, és hogyha dolgozatot íratok, akkor nincsenek power-upok sem, és nincsenek mémek sem. Assign homework, ez azt jelenti, hogy feladhatom a gyerekeknek házi feladatként a gyakorló tesztet, mégpedig úgy, hogy beállíthatom, hogy meddig tudják a gyerekek kitölteni, gyakorolni. Például mondjuk április 23-a este 8 óráig, tehát egy napig és 13 percig, mostantól fogva ezt a tesztet gyakorolhatják. Ugye, hogyha csináltam osztályt, akkor az osztálynak is kiküldhetem gyakorlásra, tehát nem kell velük megosztanom akkor a linket, hanem a gyerekek belépnek a Quizizz oldalára a saját diák azonosítójukkal, és akkor megtalálják az osztályban ezt a tesztet, és látjátok, hogy itt azért lehet mémeket használni, hogy szórakoztatóbb legyen, power-upok azok... Szóval a leaderboard must be enabled, ja, hogy a leaderboardot azt mondja, hogy engedélyeznem kell. Ja, itt van, bocsánat. Tehát a power-upok akkor ezek szerint akkor jelentkeznek, hogyha van leaderboardunk, és mindenféle lehetőség itt felkínálja az alkalmazás, amit a csapat, vagy igen, a csapat játékban játszottunk. Ha folytatom, akkor már is itt van, hogy milyen kóddal tudnak a gyerekek csatlakozni ehhez a teszthez, illetve meg is tudjuk osztani ezt a linket. Ugye itt a Google Classroom-nak az ikonkáját látjátok, de egyébként lehet a linket másolni, illetve hogyha a Google Classroom-nak az ikonkájára rákattintok, akkor itt lehet látni, hogy el lehet itt küldeni különböző alkalmazásokba is ezt a linket. De le is lehet másolni, hogyha egyszerűen csak egy üzenőfalon szeretném megjeleníteni ezeken az alkalmazásokon kívül valahol. No, tehát ez így házi feladat, beállítottam az időt, most leállítom azért ezt a játékot. Itt lehet látni azt, hogy milyen pontosan dolgoztak a gyerekek, hogy 10 kérdésből áll a tesztem, és hogy hány játékos próbálkozott, tehát hány gyerek játszott a teszttel, idézőjelben játszott. Meg lehet nézni egyébként a kvízeket, így is. Ugye ugyanazt látom, illetve azt kell még tudni erről a házi feladatos, meg a gyakorló módról is, hogy ilyen kártyákat hoz létre az alkalmazás, úgy, mint a Quizletnél. Tehát van nekem egy ilyen kártyacsomagom, ugye azért jelenik meg benne 8 kérdés, mert emlékeztek rá, hogy volt egy nyitott végű kérdésem, és volt egy ilyen véleménykérésem a kérdések között. Szóval, melyik hónapban zártak be az iskolák? Megfordítom, március. Megvan. Mely betegség idején írtak elő a középkorban karantént? Megfordítom, pestis, kolera. Megvan. Tehát ugyanúgy, ahogy a Quizletben gyakorolnak a gyerekek a különböző játékok során, itt is lehet gyakorolni a kérdésekre
lehet ellenőrzi, önellenőrzést végezni, hogy jól adtak-e rá válaszokat a gyerekek. Végig szaladok rajta gyorsan. Ja, azt mondja, végigjátszottam, még egyszer át lehet nézni, vagy pedig vissza lehet térni a teszthez. Jó, ezekből mindent megnéztük, ugye ugyanúgy ki lehet nyomtatni, le lehet tölteni. Befejezem a játékot. Jó, és akkor azt látjátok, hogy ahogy befejeztem a játékot, rögtön a jelentések jönnek be. Tehát, hogyha most valaki lejátszotta volna ezt a webináriumot, akkor mármint házi feladatként, akkor az is megjelenne itt. De itt látjátok, itt a második sorban, hogy volt egy csapatban játszott kis webinárium kvízünk, aminek itt meg is tudom nézni az eredményeit. Na, ezt is visszateszem, mert itt van a nevetek. Elfelejtettem mondani, hogy csak a keresztneveteket írjátok le. Tehát, hogy vissza lehet nézni itt a jelentések között az eredményeket, azt látom, hogy 73%-os volt átlagosan az egész kvíznek az eredménye. És visszamegyek megint a kvízek közé, ja, itt vagyunk a 10 kérdéses webinél, és akkor még egy ilyen lehetőség van, ahol lehet a gyerekeknek gyakorolni. Ez a practice link, ahol rögtön játszhatnak, hogyha ők beléptek és rákerestek a különböző kulcsszavakra a tesztek között, akkor megtalálják ezt a practice linket, ahol itt le is lehet játszani, meg is itt vannak megint ezek a kis kártyák, amiket az előbb a házi feladatoknál megnéztünk, és ki lehet hívni valamelyik barátot, hogy játszanak egymás ellen. Hogy hívják ki? Úgyhogy elkezdik a játékot, és akkor megosztják a linkjét, valakivel, akivel egyszerre párhuzamosan játszanak. És utána, ha valaki még ide bejelentkezett, akkor el lehet kezdeni a játékot. Igen, biztos vagyok benne. Hopp! A gyerekek így látják, egyébként most rögtön ide a gyerekfelületre jutottam, mert gyerekként akartam lejátszani a quizt. Látjátok, hogy ha megnyitják itt a quizzes.com join oldalt, akkor ide rögtön tudják írni a kis kódját a quiznek. És hát itt ugye rá tudnak keresni a különböző témákra és a felhasználó nevekre is. Ezt kipróbáltam, miközben készültem a webináriumra. Jó, visszamegyek megint ide a csendet a sajátjaim közé. És még egy maradt itt, a Share Practice Link, ugye akkor is meg tudom osztani a linkjét a tesztnek, itt a Copy Link segítségével, vagy ezekben az alkalmazásokban, és azt kell róla tudni, hogy ha ilyen gyakorló linket osztok meg, akkor itt nem tudok hozzá beállítani határidőt, tehát ez nem jár le, a gyerekek akkor is annyit gyakorolnak vele, amennyit szeretnének, és az eredményekről a tanár nem kap visszajelzést. Tehát visszajelzést csak akkor kapunk, hogyha élőjátékot indítunk, vagy házi feladatként küldjük ki a gyerekeknek. Jó, szerintem minden lehetőséget megnéztünk most ebben. Igen. Akkor nézzük a collectionsre egy fél pillanatra. Ugye azt ott is el lehet a gyűjteményeket, vagy el lehet készíteni a gyűjteményeket, amikor éppen elkészítettünk egy tesztet, és gyorsan el szeretnénk menteni egy gyűjteménybe, de külön itt a gyűjtemények között is van egy ilyen lehetőség, hogy újat hozzunk létre, és be lehet állítani, hogy publikus legyen, vagy pedig privát gyűjtemény legyen, és azután, hogyha egy quizt el szeretnék belementeni, akkor csak a kis mappácskára kell kattintani a quiz mellett, és már is felkínálja azt a lehetőséget, hogy melyik mappámba szeretném elmenteni. Na, nézzük a mémeket.
Jó, azt most én eddig nem csináltam, csak ma, miközben készültem a webináriumokra, mert nagyon jó pofamémek vannak alapállásban is az alkalmazásban. Én azokat is nagyon szeretem, de kipróbáltam ezt a mémkészletet is. Ugye Create New Memeset, be kell neki adni egy nevet. Hú, mi is volt a másik neve? És itt nincsen magyar. Jó, és akkor látjátok, hogy itt van, hogy külön kell adni olyan típusúakat, amelyek a helyes válaszokhoz jönnek, és külön olyan típusúakat, amelyek a helytelen válaszokhoz jönnek. Akkor nagyon egyszerűen csak feltöltök egy képet, mondjuk helyes válasznál vagyok, ezt feltöltöm. Így lehet feliratozni magyarul, bármilyen nyelven, és nevet kell adni a mémnek, úgy kell elmenteni. Na, és akkor már is látjátok, hogy így néz ki egy helyes válaszhoz érkező mém, és akkor az incorrecthez is teszünk egyet. Hát feltöltök egy ilyet, mondjuk. Gondolkozz, az lesz így. A neve, elmentem, és már is van egy helytelen, meg egy helyes mémem. Meg lehet osztani, nézzétek meg kikkel, azokkal a kollégáimmal, akik már regisztráltak az alkalmazásra is, és meg lehet duplikálni is lehet, illetve ugye úgy fejezem be a szerkesztését, hogy done. Ja, Skulkata volt a másik neve. Ha ráteszem ide az egeremet, akkor továbbiakkal ki lehet egészíteni. Itt látjátok, hogy délután ezeket csináltam. Ilyen inkorrektek vannak. Ezt az alkalmazást egy nagyon kedves kollégánktól tanultam, egyébként Bitmoji a neve, és mobiltelefonos alkalmazás, és saját magadat kell megalkotni, tehát úgy hozod létre a kis rajzfilm figurát, hogy lehetőleg jobban hasonlítson rád, és akkor azzal a kis figurával csinál mindenfélét, és be lehet bővítményként tenni ide a böngészőbe is, nézzétek meg, tehát nem csak mobiltelefon marad itt, hanem itt van fent böngészőként is, és akkor itt nagyon-nagyon sok képecske van, amit a gyerekeknél használhattok most a távoktatás során is visszajelzésként, visszacsatolásként. Szerintem nagyon jó dolog, nem csak a nagyoknál, hanem a picikék ennek határozottan örülni fognak, hogyha ilyen kicsit a tanítónénére vagy a tanítóbácsira hasonlító kis matricát kapnak vissza. Szóval, mik is ezek a power up-ok? Ezeket én úgy nevezném, hogy ilyen kis apró csalások, vagy jutalmak, amelyeket a gyerekek a játék során kapnak, attól függően, hogy milyen gyorsan, illetve jól válaszolnak a különböző kérdésekre. Ezek csak az élő, a csapat játékban, illetve a házi feladatnak kiadott játékokban jelennek meg. A gyerekek a különböző jutalmakat, amiknek ilyen kis színes ikonjuk van, a képernyő bal alsó sarkában találják, amikor megkapják, és hogyha aktiválni szeretnék egy-egy válaszadás során, akkor csak rá kell kattintaniuk ezekre a kis ikonkákra. Hányféle ilyen kis power-up-pal rendelkezik egy játék? Van olyan jutalom, amikor a gyerekek dupla pontot kaphatnak egy jó válaszért, de az összes pontjukat elveszíthetik, hogyha rosszul válaszolnak. Tehát ilyen mindent vagy semmit hez hasonló jutalomjáték. Van, amikor egyetlen egy kérdésre dupla pontot kapnak, van olyan, amikor el tudják tüntetni a válaszok közül, a helytelen válaszok közül azoknak a felét, aztán van olyan, amikor meg tudnak szabadulni egy helytelen válasz lehetőségtől,
Van olyan lehetőség, hogy kapnak egy második esélyt arra, hogy válaszoljanak egy előzőleg helytelenül megválaszolt kérdésre. Van olyan lehetőség, amikor lefagyasztják az időzítőt, és teljes pontot adnak egy kérdésre a játékosoknak. Van, amikor 50%-kal több pontot kapnak 20 másodpercen keresztül. Van olyan, amikor ezeket a kis streakeket nem nullázzák le helytelen válasz lehetőség esetén sem, illetve van olyan, amikor ilyen kis ilyen kiradírozott képernyőt, hibás képernyőt kap minden egyes játékos. Még a streakekről egy pár szót mondanék. Ez a streak azt jelenti, amikor az eredményjelző táblát megjelenítetjük, akkor zölddel jön egy kis csíkocska, annak és megjelenik rajta egy szám, azt jeleníti meg ez a kis szám, hogy egymás után a játékosunk hány helyes választ adott. És amikor helytelen választ ad a gyerkőc, akkor ez a streak szám lenullázódik. És ezzel a streak saver csalással, ezzel a gyerekek meg tudják azt előzni, hogy a saját streakük helytelen válasz esetén nullára változzon.